Sziasztok! Üdvözlök innen mindenkit a Ferenciek teréről. Hát a lezárás egyik része az, az még itt van. Ugye, na, ezt a megállót is kb. 2 éve zárták le. És itt már látszik a lift, amit beépítettek, tehát ez az egyik, amelyik a felszínre fog vezetni. Tehát annak apropóján jöttem el ide is, hogy most már az elterjedt hír, és ez már biztosnak számít, hogy májusban megnyitják a Kálvin térig a 3-as metrót. És úgy, hogy a Kálvin térig visznek utasokat, de a Deák téren fognak a szerelmények fordulni, ugye ott van fordítóvágány, tehát addig el kell menniük. De hogyha ez így van, akkor a Ferenciek terén is megállhatnának a metrók, és hozhatnának ide utasokat. De az valószínűleg azért nem nyitják meg a Ferenciek terén megállót, mert még nem készült el. És hát azért 2 év alatt meg lehet csinálni egy megállót szerintem, hát főleg, hogyha ugye ott a klinikáknál, meg a Corvinnál ez sikerül, mert az szintén 2 éves nincs még lezárva, és meg lesz nyitva másfél hónap múlva. Ugye akadálymentesítés az ugye meg lesz ezzel a liften. Hát, és látjátok, ide az van írva, hogy 2022. december. Tehát akkor miért, hogy decemberi nem fogják megnyitni ezt a megállót, tehát akkor tehát nem tudom, mit csinálnak. Ja, és itt van, hogy tehát a március 5-én zárták le, akkor ezek szerint. Hát pedig az egy 2 év alatt egy megállót meg lehet csinálni. Főleg úgy, hogy a forgalom fenntartása nélkül csinálják. Tehát anno a 2-es metrót valami és szakaszos lezárásokkal, de szintén ilyen 2,5-3 év alatt megcsinálták, úgyhogy közben sokszor a forgalom is fenn volt tartva. Látjátok itt a lezárás, szintén az aluljáron belül is. Ide viszont nem lehet ilyen könnyen bekukkolni, hogy mi történik a padaván mögött. Igen, itt volt az egykori bejárat, hát az valamennyire úgy látom megvan most is. Csak hogy lássunk be itt is. Hát sok mindent nem lehet itt látni. Sokkal több innen sem látszik. Na, ezt nézzétek. Aluljáró majdnem teljesen lezárva. És ott volt a mozgó lépcső, amit teljesen kiszedtek, és még a újnak is egy híres a hangva.